Sziasztok, köszöntök benneteket! Nagyon szeretettel nevem Szaszkó Csaba. A Csaba Televíziót nézitek. Ma Sauer Viktor Lászlónak fogunk egy kis figyelmet szentelni, aki szerintem ezt nem fogja sérelmezni, vagy legalábbis reméljük. Igyekszünk olyan kontextusba hozni őt, amit mi látunk kívülállók. Tudjátok, mert mi vagyunk azok, akik nagyjából a minden szarhívőknek szolokott szerintem titulálni, akik nem értünk egyet a magyar kormány politikájával, és az ő mondókájával sem sok esetben. Teszem én ezt annak fényében, hogy én is nagyjából ugye 2014 óta élek Németországban, csak én nem mentem haza, és nem is fogok úgy néz ki egyelőre hazamenni Magyarországra élni. Ő viszont hazament ebben az áldott 2024-es évben. De akinek a neve nem mond semmit, ő neki mutatom a profilját, gyakorlatilag most a TikTok profilját láthatjuk, Sauer Viktor 78, méghozzá több mint 8837 követéssel, több mint 38000 követővel, így szeretnék egyből gratulálni is neki, mert az elmúlt hónapban is legalábbis fejlődött, mint minimum egy kötőjel 3000 követőt, ugyanis én lelkes híve vagyok, nem azért, mert szeretem, amit mond, hanem azért, mert kíváncsi vagyok rá, hogy mivel tudja megint lehúzni a sárgaföldig Németországot, amelyet lehet szeretni és nem szeretni, de na, szóval ennyire kritikusan róla beszélni azért egy picit néha-néha nem teljesen valóságszerű. Akik azt gondolják, hogy új információt fognak hallani Sauer Viktor Lászlóról, úgy természetesen fogok nekik egyből nyújtani valamit, méghozzá annak fényében, hogy fölmegyünk az internetre, és egy picit kotonyáztunk ugye az internet bugyraiba, méghozzá a Norddatán, ahol megmutathattuk azt, hogy a Sauer Mahler Betrieb UG Essen Germany méghozzá milyen teljesítménnyel bírt az elmúlt évek alatt. Ugyanis Viktor, elnézést, hogy itt most tegezni fognak, de te fiatalabb vagy egy picit, mint én, nagyon büszkén mondod azt, hogy te vállalkozó voltál Németországban, úgy tűnik, hogy a hír igaz. Ezt feltételezhetően jót találtam, pontosabban megfelelőt, egy ilyen, nevezzük úgy, hogy egy olyan oldala, ami nem is tudom, mihez hasonlít Magyarországon, mihez tudnám hasonlítani, hát ilyen névjegyzék tulajdonképpen, vagy cégjegyzék, és itt egyből láthatjuk, hogy gyakorlatilag itt a cég, amelyről ugye Viktor beszélt, hogy egyébként sikeres volt, nos, van egy rossz hírem a kétkedőknek, tényleg úgy tűnik, hogy sikeres volt. Tehát itt látható az, hogy gyakorlatilag itt egy cégről van szó, ami 2014-től 21-ig látjuk a ténykedését. Itt ilyen összesítők, elnézést a reklámért, mindjárt kilövöm őket, de ugye ez élő, gyakorlatilag ez az oldal. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag egy elég erős fejlődésen ment át a cég. Tehát aki azt mondja, hogy itt esetünkben Németországban a Viktor sikertelen volt, nos, ez az oldal ezt cáfolja. Itt még azt is megláthatjuk ugyanis, hogy hogy épült fel a struktúra. Úgy tűnik, hogy régen 2014-15 környékén 4 ember alkotta ezt a céget, és majd abból 2018 és 19 között mutatható ki az, hogy gyakorlatilag a Viktor úgy tűnik, hogy átvette az irányítást, feltételezhetően többiek kiszálltak ebből, mind a négyen Essenben éltek, tehát gyakorlatilag csináltak egy közös vállalkozást a kép alapján, amiből aztán Viktor vitte tovább az üzletet, és megláthatjuk azt is, hogy 2018 után valaki nagyon lelkes volt, itt egyébként lehet még dokumentumokat is ebben felhozni, de azok előfizetésesek, annyira azért nem érdekel az ő története, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a külföldi dolgai azok lényegében működtek, tehát valóban sikeres vállalkozó volt. Itt ugye van az, aki hallottam azt a hírt, és ezt keltette, egy picit tényleg felkeltette a kíváncsiságomat, volt itt az, aki az egyik videóban azt mondta, hogy azt hallotta, hogy a Viktornak adótartozása van. Na most erre én semmiféle kötelezettség teljesítése való olyan dolgot, ami nyilvános, tehát van, én nem találtam. Néztem, nem találtam, aztán lehet, hogy persze van, de én nem találtam semmit, ami kintlévőségről van, tehát akkor tulajdonképpen rá lehetne fogni, hogy Viktornak sikeres vállalkozása volt, és vagy magánéleti dolgok miatt ment haza Magyarországra, amit ő egyértelműen az illegális migránsokra fog, akik egyébként az elmondottak alapján én nem tapasztaltam eddig, és eddig a videóig, hogy bármi személyes atrocitás érte volna őt. Még a családját sem, na most ez egy picit úgy tűnik, hogy megváltozott, mert ez a videó, ami kiváltotta belem ezt az impulzust, na itt történt valami változás. És akkor menjünk csak gyorsan tovább.
Mutatom nektek, persze a Facebookon is lehet egy picit kotonyászni, itt meg lehet tanulni a Schauer General Kft-t, ami az ő új cége, elnézést, ha tévedek, Dávodra van bejegyezve. Méghozzá azért érdekes a történet, mert Dávod azért nem egy budapesti település, meg lehet keresni egyébként a Google-on, megtettem, egy egyszerű magánház Dávodon, oda van elvileg ez a cím megadva, semmi extra. Ami mellette viszont látható, az külön érdekesség, a Schauer General Kft. 2019. március 26, tehát 2019-ről beszélünk. Itt valami törés volt az életben, mert gyakorlatilag nekem úgy tűnt, hogy megbízást keres, méghozzá magyar nyelven kereste, tehát lényegében nekem úgy tűnik, hogy akár Magyarországra is természetesen visszament volna már akkor dolgozni valami oknál fogva. Itt kiemelnék egy darab hozzászólást, ami ennek az oldalnak az alján, pontosabban ennek a bejegyzésnek az alján van, nem fogom felolvasni. Aki akarja, keresse meg. Fogalmazunk úgy, hogy azt a Viktor írja le, gyakorlatilag egy mondatban, amit most látunk és hallunk, azt a fajta, nevezzük úgy picit arroganciának, ami hát egy kicsit furcsa azért, de hát ő ilyen, ezt teljes egészében el lehet fogadni. És akkor nézzük meg azokat a részeket, ez a videó biztos nem lesz rövid, méghozzá az miatt, mert ugye itt gyakorlatilag hanganyagot is fogtok hallani természetesen, mert ugye igyekszem mindig készülni a videókra, és már mutatom is az elsőt, hallgassuk meg az első bejátszást. Sziasztok, mindenkinek szép napot kívánok, és kellemes hétvégét. A videó eléggé szókimondó és durva lesz, úgyhogy aki zavar, az nyugodtan már most lapozzon el. Előre üzenem azoknak, akik itt jönnek ezzel a propagandista dumával, meg fizetett, meg ilyenek, hogy bekaphatjátok a faszomat. Ennyire egyszerű a történet. Tehetek egy szívességet. Én a valóságot közvetítem, illetve azt, ami velem történt, és tegyétek össze a két kezeteket, hogy én egyáltalán teret engedek, illetve megmutatom, hogy milyen az élet odakint, vagy milyen életem volt, és ebből ti tanúságként levonhatjátok a konzekvenciát. Hát akkor beszéljünk a lényegről. Beszéljünk a lényegről, megtudhatjuk itt azért egy picit őszintén érzem azt a cinizmus, hogy örök hála Viktor, hogy megnézhetjük az életet, hogy betekintetünk. Mondjuk egy picit azért én egy kicsit azt gondolom, hogy ez így ebben a formában már megint nem igaz, mert igazából az életedről láttam túl sok mindent megint persze eddig nem tudtunk meg. Az, hogy ő ilyen nevezzük, hogy számomra egy picit trágárul fogalmaz, ez az ő védjegye. Ő azt gondolja, hogy ez a szókimondóságnak az alapja, én azt gondolom, hogy ez teljesen elfogadható abba a közegbe, amelybe ő indul, nyilván nem egy csapat bevezünk, nem ugyanaz a nézőközönség, mert nem ugyanazt várják el tőlünk, ez ott teljesen népszerű lesz. Tehát gyakorlatilag, aki eddig nem tudta, hogy ki is Schauer Viktor úr, most megnézhetétek, és akkor kezdjük el, nagyjából egy percet vágtam ki az előbbi videóból, amit most legutóbb feltöltött, meg fogjuk nézni először, és aztán kicsit, hát igyekszem picit szétszerázni, mert egy kicsit úgy nem igazán pont úgy van ez a dolog. Itt ugye arról van szó, hogy ebben a videóban az ő fiát támadás érte Németországban. Öten kiszálltak a gépkocsiból, persze, bevándorlók voltak, persze, megverték, a fia felvette vele a harcot ezekkel a támadókkal, és a támadókat lényegében, hát fogalmazunk, hogy közmunkára ítélték. Ő ezt elfogadhatatlanak tartja, amiben teljesen igaza van, egy probléma van, hogy a német törvények szerint is a csoportosan elkövetett garázdaság ilyen 6 hónaptól 10 évig bármi letöltendőben van, erre nem túl bonyolult utána googlizni és utána keresni, tehát amennyiben ez a cselekmény valóban megvalósult így ebben a formájában, akkor nem igazán közmunkáról beszélünk. De ugye az a baj, hogy esetünkben ugye Viktornál, hogy ugye nem tudjuk visszaellenőrizni ezt, ő meg nyilván természetesen nem fogja hiteles bizonyítani ezt a dolgot, amit itt még hagy jegyezzek meg. Ő készített már korábban ugye videót arról a helyről, ahol a lányát költöztette, illetve hát ugye tudjuk, hogy a fia is kint él, itt én óriási problémát látok, és itt most Viktor, neked mondom, ha ez a videó eljut hozzád, hogy én nagyon óvattal tenném azt, amit te teszel, méghozzá jelenleg ugye Magyarországon élsz, tartózkodsz, és én őszinte vagyok, a kiskorú gyermekeimet az életben nem mutogatnám ilyen videóknál, ugyanis te vagy a legjobb ötvözete tulajdonképpen annak, amikor egy szakember, és ezt most tényleg jó értelemben mondani, hisz te is szakmunkás vagy, meg én is, bemutat egy dolgot. Ez eddig nincs is probléma. De abban a pillanatban, amikor a gyerekeidet viszed be a történetbe, és kvázi politikával akarsz foglalkozni, vagy foglalkozol lesz már az, hogy akarsz, az én, megmondom őszintén, én egy picit azért ennél diszkrétebben kezelném a családi vonulatot, de természetesen ez a te dolgod, ez a te mi a csodát, csak nem biztos, hogy mindig mindenki szeretni fog téged Magyarországon, és ez még az őrájuk is visszahathat nagyon komolyan, tehát félretések elkövesse véget. És akkor nézzük meg azt a videó részt, amit kivágtam nektek. Tekintsük meg. Menjetek ki nyugatra, dolgozzatok 2000 eurókért. Most beszéltem ugye a fiammal, megkérdeztem a dolgokat, megmondta, mert ő elment külön,
azt mondta, nagy ember, külön lakásba költözött, kibérelt a Vonoviától egy kecót, és 1100 euróba kerül az élete havonta. Egy magának. Tehát annyi a lakás, a villany, 200 eurót fizet a villanyra, 180-at egész pontosan. Havonta. Igen. Menjetek ki a nagy bezzeg nyugatra, megkerestek a 2000 eurót, és az életetekben meg el fog menni ilyen 1000 euró a lakásra, a fenntartásra, a költségekre. Egy autóbiztosítás 120 euró havonta, gyerekek. Miről beszélünk? És akkor nem beszéltünk az összes többi adóról, ami van. Menjetek ki, megkeresitek, igen, a 2200 eurót, az elmegy belőle ugyanannyi, amennyi itthon ugyanúgy elmegy. Szóval össze lehet itt hasonlítani, de felesleges, de az van meg, hogy tényleg az ember ezen rettegjen, ha kimegy, hogy mikor, hogyan fogja. Szóval azon rettegjen, tehát akkor ilyenkor hadd kérdezzük meg, most ezt a részét vegyük le, ugye ki lehet menni, én ezt a maró gúnyt, ezt nem szeretem őszintén, és ezért készül ez a videó is, meg még készülni fog más is egyébként, valószínűleg több is ezek szerint, mert én most a nyugdíjasokról akartam beszélni, a német nyugdíjasokról Magyarországon, de ehhez képest erről beszélnek, ugyanis a francokért nem mentél például Oroszországba. Ugyanis, mikor 2004-ben emigráltunk te és én is, akkor már rég Orbán Viktor volt a miniszterelnök, csak szólok a rend kedvéért, mikor akkora kánoán volt, akkor már Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Te is, meg én is valamiért eljöttünk, Viktor, ne haragudjál. És elnézést és személyesen nekem mondom, de ez így tök jó fánk kijögni, azt mindezből nem tudom természetesen. Tehát elmondod, hogy a viad a Vonovián keresztül bérel lakást, és az milyen sokba kerül, és milyen sokba kerül a lét. A lét az a tét, amit gyakorlatilag, hogyha nem jön ki valaki külföldre, hanem Magyarországon marad, akkor majd elmehet neked dolgozni. Mondjuk, ugye? Mert emlékszünk, mikor azt a valami múzeumos videóban felraktad, hogy 3000 forintot keresni óránként nettóba. Királyság, kérdés az a magyar államnak mennyibe került? Szerinted a magyar adófizetőknek mennyibe került? Sokba szólok. Amiről te már megint nem beszélsz igazából ilyen szempontból. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Németország szar. És ebben nagyon sok igazság is rejlik. Nagyon sok buktató van, sok cég szűnik meg, sok állás szűnik meg. Viszont amikor azt mondod, hogy miért jön ki 2000-ért dolgozni valaki, akkor pont azért, mert mutatom nektek, mondom nektek, a Vonovia oldalán vagyunk úgy, ahogy van. Itt találtam egy kis lakást. Élő hirdetésről beszélünk. Rá is fogunk menni az expozéra, az a bemutatásra tulajdonképpen, mert megnéztem. Igen, lehet eszembe, ott van egyébként, látjátok az irányítószámot, tehát utána lehet keresni, ez egy élő hirdetés. Elnézést, 2021. 10.-19. felvétel van. A Holzhauserstrasse 28-ban ezt a lakást melegen 635-ért, ki lehet euróért, ki lehet bérelni. 42,89 az a négyzetméter, tehát ez egy kis lakás, ami egyfőre tökéletesen alkalmas. Mondom, 635-ért. Oké, persze, ehhez még hozzá kell szállni az internetet. Itt van a leírás egyébként, meg lehet keresni. Tehát ez a különbség, Viktor. Én nem azt mondom, hogy csak pufogok össze-vissza, hanem ide teszem mellé elnézési személyeskedésért, az, hogy honnan veszem az információkat, és le is veszem. Tehát gyakorlatilag 635-ért bérelsz meleged lakást, erre még jön még internet, természetesen minimum lehet 50-60 euró, lehet, hogy több van villany. Egyfőre felénk, mondjuk én Bádenben lakom, de szerintem nem néztem Hessenbe utána, de utána is nézhetnénk, mondjuk legyen 180 eurós villanyszámla, akkor megnézted a szolgáltatást, hogy ott hogy jön ki a matek. Az a baj, nem teszel hozzá semmit, amit igazán megfogható lenne, ne haragudj, Viktor. És akkor ez a Vonovia, ugye, ahogy van. Tehát amikor te keresel 2000 eurót, keressél 2000 eurót, 1100-at elköltesz lakhatásra. De nem költesz annyit lakhatásra. Hát itt van egy olcsó kis lakás. Tehát igazából jobbak a költségeid, ugye, ahogy van. Meg kimondta, hogy egyedül mennyi oda. Miért nem bérelsz, miért nem veszel végébe? Vagy gemesabda. Van gemesabda, ugye, a közösség, amikor egy szobát bérelsz igazából. Igazából meg se fordul a fejünkbe, hogy ez a Németország ennyire nem fekete és fehér, tudom, én szeretem fekete és fehér dolgokat, de azért benne van azt, hogy olcsóban is ezt meg lehetne húzni. Azt mondja, villany 180, azt mondom, nagyon drága, mutasd meg, tegyél fel egy videót, hogy igen, ez az oldal 180 euró, tényleg, a kaszon szétrakom a kezembe, de semmiféle dolgot nem csinálsz, csak azt mondom a magyaroknak, hogy ne menjenek Magyarországról el. Ugyanezt mondja a magyar kormány, hogy senki ne menjen Magyarországról el, miért? Akkor nem van az, hogy Magyarországon aki adót fizessen. És nem ez neked például egy vállalkozásod van, hogy nyitotta? Igen.
Viszont, ha munkaerőre van a szükséged, és az a munkaerő külföldre jön dolgozni, akkor nem lesz ki dolgoztassák, vagy lehet a maláj, meg vietnámi embereket szolgálják alkalmazni. Ez igazából egy picit önös érdeknek látom ezeket a videókat, elnézést a vibráció, csak oda vágtam az asztalra. Mert nem, nehéz ezt önmagával teljesen higgadtan sokszor végignézni ezt a fajta blödséget, finoman fogalmazom. Nézzük, azt mondja, autóbiztosítás egy 120 euró. Igen, drága testvérem, nekem 19 éves a fiam, én tudom, mennyibe kerül a költség. Tudod, mennyi fizet? 1800-at. Van egy 160 lóerős kombia. 2016-os. A saját pénzén vette. Ő dolgozott érte, az ő ösztöndíjából jött érte, nem az enyémből. Mi ebben nem szálltunk bele. Ő szervizeli, és ő csinálja 19 évesen. A te fiad elment önállóan önmagában lérakni. Hát volt a probléma? Az a gyerek, ennyi. Hát ők a gyerek, ennyi. Nem akar az apjával élni, meg nem akar. Semmi, csinálja, hajrá. Rock and roll, nem de? 120 euró. A fiam ugye 1800 fizet biztosításként, mert 23 év alatti, és bizony a német biztosítási tarifatérek irgalmatlan magasak ilyen szempontból. De mondjuk, mikor oda mész egy kárseményért, akkor azért nem is 1000 eurót fizetnek, ugye bár? Mert megint nem tesszük hozzá a másik oldalt, hogy miért fizetünk ennyi biztosítást, hozzátehetnénk, de nem tesszük, mert ugye az infláció nem annyira fontos, hogy amikor megszösszenti valaki előkállítottat, akkor mondjuk 2500. És nem fogod kijavítani, szólok, elteszed, te sem gáld be oda a kis pénztárcával, gedbőrzéd majd, és akkor ott jó lesz a pénz, tehát maradjunk már ennyivel, kutyafáját neki. Tehát igazából ez a lakhatási költségek, ezek megszene mennyire szélsőségesek, arról még nem is beszél, hogyha egy párból gondolkodunk. Egy párba, két ember nem fél 42 négyzetméteren, nem, de? Hát akkor ők egészen rentábilisan tudnak kijönni. Szóval ez a probléma ezzel a dologgal. Engem nem zavar az, hogy a Viktor a megafonosokkal fotózkodik. Most is került új fénykép föl, le is mentettük. Egy videónak akár témája is lehetne. Semmi gond, ez senki nem zavar. Csak ez a németes dolog, igen, az egy szörnyű dolog, hogy a gyerekeket megtámadják az utcán. Igen, az aláírom. De az, hogy ez történt utána, vagy az egész történt, vagy picit kussza. És ugye nem tudjuk kifejteni ennek a valóság magvát, mert a fiadat meg a lányodat, ugye, érdekes volna egyébként a gyermekeidet ilyen szempontból, a nagy gyermekeidet is előtoltad, én nem tenném. Nagyon nagy hiba őszintén. Egy live videó is benne szerepelt, nagylányod, amit megint hibának tartok. Szóval ne haragudj már, a lakóhelyét megmutatod, hogy hol lakik. Azt hiszed, nem tudod azonosítani? Viktor, ne viccelj már, öcsém, kb. 3 perc alatt megtudtuk, hogy hol lakik. Google, ennyi. Szóval ilyet miért csinálsz? Szóval nem érted. Miért veszed ki a családot ilyen típusú esetre is? Mert nem én velem van a probléma. Én nem foglalkozok, mert én tiszteletben tartom mindenkinek a személyes dolgait. De lehet, hogy lesz olyan, aki nem. És ez lehet újságíró, emlékszem, mint a Félrájt Ádám, tudod, elment, tudom, már nem tudtuk ki ez, akkor kérdezd meg. Elment másnak a lakcímére, oda meg körül nézni, mert hát az volt telephely, meg minden szalfi, ilyen, hogy kéne erre egy pici kész, ha jó, érted? Tehát azért az a baj, ez egy picit valahogy, szerintem kérd ki olyat, aki ez jobban ért, ne haragudj, őszintén. Mert ők azt mondta, hogy elmész, hú, milyen képzésre, ne haragudj, Viktor. Hú, most gondolkodnom kell. Rendezvényszervező. Figyelj, te egy jó menő festő vagy, és ezt senki nem vitatja. Én sem. Még én sem. Ha. És munkát találsz Magyarországon bőven. Bárha végig gondolod azt a munkát, azért találod, mert 10 évvel ezelőtt eljöttél otthonról. Azért fizetnek most annyit egyébként, mert 10 évvel ezelőtt eljöttél otthonról, mint szakmunkás, meg én is, mert még azon kívül néhány száz ezzel, és azért értékelődött az ember, mert elfogytak a szakmunkások. Mit bozasztósként nem találnak otthon munkát éppen, ne ahol éppen kereskedőként. Szakmán nekem is van 1-2-3, 1-2 iskolát elvégeztem, úgy, hogy te is, most te is rendezvény szervezőnek. Érdekes volt látni azt, hogy az FM-nél, jól mondom, az iskola, ahol elvileg jársz, hát ott én rendezvény szervező szakot nem láttam, de ez biztos az én hibám. Én kerestem, rákerestem az oldalra, tudom, ez a lényeg, az egésznek utána járunk. És akkor nézzük meg azt a záró akkordot tulajdonképpen, amikor te bizonyos biztonsági kérdésekre világítasz rá Németországban. Ez még egy érdekes történet lesz. A szeptember 29-én volt a terrortámadás Esszeme. Ott van, két saroknyira laktunk onnan a családommal, ahol volt az a szír támadás. 31 sérülte, felgyújtotta a házat, estébe belement a boltba, a csávó autóval.
De ez lenne a normalitás, és ezt kéne támogatni? Szeptember 29-éről beszélünk, ugye, elnézést itt talán. Csak például az ember, amikor csinálja ezeket a dolgot, és nézgeti újra és újra, és... akkor nézzük meg, Viktor, igazából szeptember 29-én egy másik országban, Magyarországon, Hajdúbiharban már előkerült a hólapát. Nem azért, mert esett az első hó, hanem az emberünk, ugye, nem úgy akarta használni, hogy kellett volna, és akkor olvasom a gyengébe kedvéért, meg elnézést, nem a gyengébe kedvéért, csak tényleg az a baj, Viktor, nehéz úgy nézni az embernek, a vérnyomás ne fusson föl 100-200 per valamennyire. A vádlott ezután azonban visszament a házba, és egy 80 cm hosszú, 4 kilós hólapáttal jelent. Hát nyilván itt a megszólt kihagyták, amelyen a rendőrt és a polgárt akarta megtámadni. A rendőr erre hátrálni kezdett, elővette szolgálati fegyverét, és felszólította az elkövetőt, hogy tegye le a lapátot. A férfi ezután még tett a rendőr felé pár lépést, és csak ismételt felszólításra tette le az eszközt, majd négy kéznábra ereszkedett. Ez történt Magyarországon. Mi történt? Az, hogy egy ember gyakorlatilag megtámadott egy rendőrt. Erre csak most nektek mondom, kívülállók, Magyarországon egy esetleg, a német rendőr már egy a test, hat a testre, be egy a fejbe. Körülbelül így intézte volna ezt a történetet. A német rendőr. Mert a német rendőr nem szeretne hősi halott lenni. Mert a német rendőr tudja, hogy aki ilyen erőszakosan lép fel felé, azt bizony meg kell torolni. Miért? Mert nem akar meghalni. Ennyire egyszerű. A magyar rendőr meg, hát felszólítom, és nem a rendőrket bántom, és az első videóm 2019-ben a YouTube-on, csak azért mondom, hogy ezeket valaki utána nézni, pontosan a rendőrökről szólt, hogy milyen szaranyagi helyzetben vannak Magyarországon. Szóval igazából azzal sem lehet vádolni, hogy egy picit régóta foglalkozom, mert ezzel igen. A rendőr nem meri, vagy nem akarja jelölni a fegyverét. Igen, végbe kellett volna. Igen, igen. A kutya fáját neki. Ez viszont Magyarország. Tehát abban a pillanatban, amikor majd a Viktor úr esetleg méltóztatik elvonulni Budapestről és fővárosokból, vidékre mondjuk egy kis húvalas, kis húmas környékére, ahol némi-nemű drogfogyasztás tapasztalható, ugyebár, a hírek szerint, ezt még Németországon is lehet hallani, de akkor majd egy picit nem más lenne a véleményen az egész történetről. A másik. Te is 2014-ben jöttél ki, Viktor, ugye Németországba. Akkor már ugye a Fidesz kormány volt, csak szólok. Tehát valami csak nem stímelt annyira. És ez a probléma ezzel, engem nem zavar az, hogy a Viktor milyen beállítottságú és hitám volt. Ez nem zavar. Németországban nagyon sok a probléma, lehet, hogy ezt most ebben a videóban is több egyszer mondom el, nagyon sok hiba van, nagyon sokat kellene korrigálni, és kell is. De! Akkor gondoljunk bele a 200 ezer embernek a hozzátartozójába, aki kint él Németországban, az most, hogy megnézi ezeket a videót, akkor hogy fekszik le? És azt mondja, hogy ó, a fiam kint van Németben, és atya, úristen, és törje a kezét. És nem viccelek. Aggódik, komolyan aggódik, pedig lehet, hogy egy olyan település van, hogy esélye nincsenek. Migránsok nem is látott. És mégis ez a fajta, igen, ez a hergelés van. Tehát lehet, hogy ez, Viktor, ez igazából neked, hogy mondjam, lehet, hogy jó, lehet, hogy kifizetődő, lehet, hogy te ilyen vagy tényleg, de ez nem helyes. Én csak ezt akarom ebben most hirtelen kifejezni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jó pihenés, sziasztok! És utolsó szó jogán, Viktor, ezt nem lesz személyesnek, csak azok, amiket mondasz, azok némi nevű, valakiben elnézést látnak ki, és talán én tudom legjobban ezeket picit fékezni, ha lehet így fogalmazni. Na, még egyszer jó pihenés, és köszönöm, hogyha megnéztétek a videókat. Sziasztok!